Kutató, oktató, anya. Hodó Cecília, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának általános dékán helyettese, egyike azon szegedi kutatónőknek, akik az élet minden területén sikeresen helytállnak. Hodó Cecília Komlón született az 50-es években. Gyermekként egy kis faluban élt szüleivel és három testvérével. A falu szélén laktunk, erdő, rét, legelő, szőlők. Én egész nap a társaimmal együtt csatangoltam erre, meg arra. Egy nagyon szabad, nagyon, nagyon természetes világ volt az akkor. Hodó Cecília már kisgyermekkora óta elhivatott a pedagógiai szakma iránt, elmondása szerint mindig is tanár szeretett volna lenni. Soha nem akartam semmi más lenni, sőt, sokszor kényszerítettem a társaimat tanáros játékra, amit ők nem annyira élveztek, de ez engem annyira nem zavart. A középiskolát a komlói Kumbéla gimnáziumban végezte kémia szakon. Ahogy ő mondja, a természettudományok iránt leginkább a bennük rejlő csoda keltette fel érdeklődését. A csoda. A csoda, ami ott van, és az okok, hogy miért, és hogyan, és azt megtalálni, hogy ez miért így van, és mitől ilyen, és miért zöld, és miért hajt ki minden évbe, és miért hullik le a levél, és ezek olyan megfoghatatlan csodák, aminek a megfejtése az egy nagyszerű dolog. A gimnáziumi éveket követően a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán tanult tovább, ahol 1980-ban biológia-kémia szakos tanárként szerezte meg diplomáját. Az egyetemi évekre szép emlékként gondol vissza. A népköztársasági ösztöndíjas voltam, ugye akkor így hívták, és én igyekeztem is nem ennek megfelelni, hanem mindig az inspirált, hogy én tanár leszek. Nekem tudnom kell, hát az hogy néz ki, hogy a gyerek kérdez valamit, és én nem tudom. Tehát ez azért elég nagy hajtóerő volt nekem. A biológia-kémia szak egyébként is olyan, hogy sokat kell tanulni mind a két tárgy önmagában, és elég jelentős. Élveztem, eltelt gyorsan, kellemes emlékek. Én nagyon-nagyon megszerettem, én nagyon otthon éreztem magam az első perctől kezdve. Abszolút, ezt most félve mondom, nehogy az otthoniak megharagudjanak, de jobban otthonomnak éreztem, mint Pécset, ami egy sokkal nagyobb város, nem olyan családias talán, mint amilyennek Szegedet érzem. Egyetemi tanulmányainak első éveiben a növényélettan volt az a terület, amely foglalkoztatta. Érdekesnek találta ugyanis azt a határterületet, ami a biológia és a kémia között húzódik. A biológiának az a része, ahol a kémia is jelentős szerepet kap, és ez volt az oka, hogy a növényélettani tanszéken végeztem, vagy csináltam a szakdolgozatomat. És ez egy olyan nagyon izgalmas volt a számomra. Eleve izgalmas volt kutatni, a kutató laborba bemehettem, és akkor ott önállóan dolgozhattam, nem csak a hallgatói laborba, az előre pontosan kimért, kiszámított gyakorlatokat végezni. Ez nagyon izgalmas volt, ez nagyon tetszett. Később érdeklődése a műszaki ismeretek felé vette az irányt, a téma azóta a mindennapjai részévé vált. Azt gondolom, egy nagyon szerencsés véletlen folytán kerültem én az élelmiszeripari főiskolára 1980-ban, amikor a diplomámat kaptam, akkor a műveletek osztály, így hívták, kon volt egy tudományos munka, amire tudtak felvenni külsőst. És így keveredtem én ebbe a munkahelybe, erre a munkára. Az akkori főnököm egy nagyon-nagyon kedves, emberséges, nagy tudású szakember volt, és szerencsére hamar meglátta bennem az akarást, hogy én szeretem ezt csinálni, meg a tanári akaratot is, és akkor volt egy üres álláshely a tanszéken, osztályon, bocsánat, mert akkor így hívták, és egy fél év után fölvett engem tanárként is, vagy tanítani is, az egy külön érdekes világ volt, hogy egy műszaki tárgyat kellett tanítanom,
egy műszaki alapvégzettség nélkül, hát nehéz volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam a kollégáktól, nagyon sokat segítettek, és azt gondolom azért sikerült ezt a handicapet behozni. Fokozatosan bevontak az idősebb kollégák a tudományos kutatásaikba is, ami megint nagyon izgalmas volt. Az első időben nem annyira az alapkutatás, inkább az alkalmazott kutatások folytak, hiszen főiskola révén elsődleges feladatunk az volt, hogy az ipar számára adjunk olyan gyakorlati, kivitelezhető új ötleteket, módszereket, eljárásokat, recepteket, amit ők pénzre tudnak váltani. Ebben az időben nagyon sokat utaztunk üzemekbe. Ott mértünk, ott ellenőriztük, beállítottuk, és ez megint nagyon-nagyon hasznos volt nekem. Egyáltalán a tudomány megismerés, másrészt az oktatási vonalon, tehát én konkrétan tudok már felhasználást mondani, gyakorlati példát mondani arra az elméletre, amiről éppen beszélek az órán is. És jó volt látni, hogy amit mi a laborba össze próbálunk állítani, az működik kint, és tessék, nagy lett, és piros, és kész, és eladható. Tehát ezek csupa olyan sikeres visszajelzések, amik segítettek abba, hogy ezt az utat is érdemes folytatni. A Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán 1980-ban kezdett dolgozni főiskolai tanársegédként, majd évről évre tanulmányainak és munkásságának köszönhetően egyre magasabbra került a ranglétrán. Ahogy mondja, számára a mérnöki kar az életét jelenti. Nekem ez az első munkahelyem, persze 5000 nevet váltott, meg 6000 helyhez tartozott, voltunk önállóak, tartoztunk Budapesten a Kertészeti Egyetemhez, tartoztunk a József Attila Tudományegyetemhez, most pedig a Szegedi Tudományegyetem része vagyunk. És nagyjából, de csak nagyjából ugyanezt a tantárgyat tanítottam, és én ezt nagyon szeretem. A professzorasszony számára fontos a személyes kapcsolat. Törekszik arra, hogy oktatási és kutatási munkáit is személyes kapcsolatokra alapozza. Csak a laborból, a számonkérésekből ismerjük egymást, hanem máshonnan is, kollégákkal is sokszor rendezünk ilyen, elmegyünk ebédelni, vacsorázni című kötetlen találkozókat. És a többi kollégámmal is igyekszem egy baráti kapcsolatot kialakítani, ami hát nagyon könnyű, mert sokakkal 30 éve együtt dolgozunk. Tehát együtt nőttek fel a gyerekek, már közben lehet unoka is született, tehát ez egy ilyen nagyon könnyen tartható kapcsolatrendszer. Először, amikor megismertem, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha már nagyon régóta ismerném. Tehát egy nagyon közvetlen, nagyon segítőkész, és nagyon barátságos, és itt utána, amikor ugye már itt dolgoztam PhD hallgatóként, bármikor, bármiért tudtam, hogy rá számíthatok, és hozzáfordulhattam bármiben, tehát nagyon segítőkész. Engem a professzorasszony tanított, tehát 2001 volt az első találkozásunk, élelmiszeripari műveleteket tanított nekem, és hát egy meghatározó élmény volt egyébként az életünkben, mert ő volt az a tanár, aki az az oktató, akinek egy nagyon egyedi stílusa van. És mi nagyon szerettünk bejárni az előadásaira, meg a gyakorlataira is, ugye hát arra meg kötelező is volt egyébként. Mindig próbált arra törekedni, hogy feldobja az előadásokat. Tehát nagyon érdekes dolgokat mondott. Például, hogyha volt valahol konferencián, akkor mindig elmesélte azokat a dolgokat, amik éppen az adott tananyag részhez tartoztak. Nagyon egyedi a stílusa a professzorasszonynak, ezért én azt hiszem, hogy aki itt végzett, mindenki emlékszik rá kivétel nélkül. Elég szigorú volt már akkor is, azóta sem változott. De nem is baj, nincs is ezzel semmi baj, hát egy oktatónak azért némi nemű szigort kell, hogy tegyen, vagy használjon, alkalmazzon.
Kutatási tevékenysége több területre terjed ki, a víz- és szennyvíztisztító rendszerektől kezdve az élelmiszeripari hulladékok energetikai hasznosításán át egészen a membránszeparációs műveletek anyagátadásának vizsgálatáig. A mai napig a membrán technika, membrán szeparáció felhasználási lehetőségeit kutatom, vizsgálom, ebből írtam a kis doktorimat, ami ma már ugye csak egy történelmi emlék, ehhez kapcsolódott a PhD témám, és azóta is ezzel dolgozom folyamatosan. Ez nagyon nagy téma, nagyon érdekes. Manapság inkább a környezetipari, szennyvíztisztítási oldalát nézzük, vizsgáljuk, más technikákkal kiegészítve, és itt remekül kollégáimmal össze tudunk dolgozni, aki a mikrohullámú technikát vagy az ózonozást vizsgálja, remekül tudjuk kiegészíteni egymást a kutatásban, nagyon szép eredményeink vannak. Hodúr Cecília jelenleg is aktívan részt vesz a tudományos munkában, több pályázathoz is végez kutatásokat. Jelenleg egy TAMOP pályázat van az egyetemen, egy zöld energia fedőnév alatt működő nagy konzorciális program, ami a zöld energia, megújuló energia kutatást, de nem annyira a kutatást, inkább az oktatásba való beemelését ezen új kutatási eredményeknek, ezt célozta meg, illetve az iparnak való kiközvetítését az új eredményeinknek. Ebben a Szegedi Tudományegyetem nagyon jól áll, ugye akár a TTIK, akár más karok munkáját nézzük. A másik, ami abszolút igazán kutatás, az egy OTKA pályázat, amit a kutatócsoportunk elnyert. Ez egy szennyvíztisztítási technológia kombinált eljárásokkal, ahogy már említettem, mikrohullám és ózonozás, és így teljes vertikumában végig tudjuk vinni a szennyvízkezelést egészen egy biogáztermelésig. Tehát nincs igazi hulladék, hanem próbálunk mindent hasznosítani. És a harmadik, ez a bizonyos EU projekt, ami most már 12. éve zajlik, és ott próbáljuk nemzetközi szinten is összehangolni mindazt a tudást, amit a különböző országok, különböző tanárai, kutatói összegyűjtöttek. A kutatók élete nem egyszerű. Pláne, ha egy kutatónőről van szó, egyszerre kell betöltenie a családanya, a tanár és a kutató szerepét is, melyek nagyon sok időt és energiát igénylő feladatok. Manapság könnyű, mert a fiaim 20 évesek, tehát kvázi csak a hűtőben legyen étel, és akkor így körülbelül teljesítem az előfeltételeket. Régebben nehéz volt, amikor kicsik voltak, ugye óviba, iskolába vinni őket, akkor bejönni, dolgozni. Amikor nincs órám, akkor a kutató munkát intézni, irányítani, csinálni, hiszen az elején azért a laborban is nagyon sokat ott álltam. Amikor haladtak az évek, és különböző vezetőbeosztásokat kaptam, főigazgatóhelyettes voltam, dékánhelyettes voltam és vagyok, akkor ez nyilván nagyon sok adminisztrációt elvisz. Aztán, amikor olyan 6 óra körül hazaérek, akkor próbálok egy picit megint a családnak élni, és aztán 8 után pedig az elmaradt dolgokat még otthon egy picit behozni. Azért a sok-sok teendő mellett valamelyes teret kap a szabadidő is. Cecília ilyenkor elsősorban baráti kapcsolatait ápolja, vagy éppen hobbijainak él. Nagyon szeretek a barátaimmal együtt lenni. Ez nekem, mint ahogy mondtam, a személyes kapcsolatok nagyon fontosak mindenütt, így a baráti kapcsolatok ápolása is. És szerencsés véletlen, hogy velük együtt szoktam járni például színházba, ami megint egy másik nagy szerelem az életemben, ugye az irodalmi kötődés okán. Nagyon-nagyon szeretem a Szegedi Színházat, de sokszor megyünk Pestre, vagy máshova is, Debrecenbe, ahova éppen van lehetőségünk, és olvasok. Úgy körülbelül ezek töltik ki az időmet, és nagyon tudatosan igyekszem valami
fizikai testmozgást is beépíteni az életembe. Úgyhogy remélem, hogy elég, amit csinálok, de ennél több nem fér bele. A színházban a Szegedi Kortárs Balett az, amely teljesen elvarázsolta Hodúr Cecíliát, számára teljes kikapcsolódást nyújt egy-egy előadás megtekintése. Egyszerűen minden előadásuk olyan, hogy napokig, hetekig gondolkodom rajta, egy-egy újabb mozdulatsor beugrik róla, hogy még mi minden van mögötte, fantasztikusan élvezem, és azért szeretem, persze elfogult vagyok, a Szegedi Balettet, mert hát nyilván a Pécsit is, a Győrit is azért ismerem, láttam, mert ők nekem abszolút egy komplex élményt adnak, tehát ott volt az egy katona története, vagy a nagy kedvencem a Homo Hungaricus. Az nem csak tánc, hanem oda más színházi nyelveket, eszközöket is bevonnak és alkalmaznak, és ettől egy olyan komplex élményi alakul, hogy egyszerűen csodálat. Tanulmányai és kutató munkája során számos országban megfordult már, külföldön szerzett tapasztalatait igyekszik átadni a hallgatóinak, és saját munkájában is kamatoztatni. Nagyon-nagyon-nagyon sok helyre eljuthattam. Az egyik legizgalmasabb talán Izland volt, a másik, ami egy véletlen kiteljesedése ennek a Szokratesz programnak, amikor is nem csak EU, hanem az egész világról lehetett tagokat gyűjteni ebbe a projektbe, az Brazília volt. És ebbe az az érdekes, hogy Jorge Amadót középiskolás koromban nagyon-nagyon szerettem. Tehát, és az egy olyan távoli elérhetetlen világ volt, Rio. És akkor egyszer csak úgy megállt a repülőgép, és én kiszálltam, és ott voltam. Az az egész egy hét körülbelül, amit ott töltöttem Brazíliában, főleg Rióban, de São Paulóban volt maga a meeting, az egy elvarázsolt álom megvalósulás volt. Tehát nagyon sokat köszönhetek én ennek a szakmának, ennek a világnak, ahova belecsöppentem, ennek a karnak. Én igyekszem elég komplex képzést adni a hallgatóknak. Amit én tanítok tantárgy, persze gyönyörű, csak nagyon, nagyon műszaki, nagyon száraz, de ezt nem akarom rá használni. Tehát ez egy kemény számoló képlet, A vagy B, nincs vagy, meg esetleg. És ezt szeretem feloldani, és szeretem nem csak a szakmára, hanem az értelmiségi létre is felkészíteni őket. Úgyhogy én mindig tájékoztatom, mi megy a színházba, milyen jó film megy a moziba. Persze némelyek lehet unják, és szeretem őket rávezetni arra, hogy mi minden lehetőség rejlik egy ilyen értelmiségi életbe, akár egy gyakorlati, akár egy tudományos munkát választ majd a jövőben, hogy mi minden pluszt adhat az embernek. Így az utazásaimról is persze néha egy-egy szót ejtek, vagy ha úgy beugrik egy apropó okán, hogy egy ilyen berendezést láttam itt vagy ott, ilyen szinten. Hodúr Cecília már több mint 30 éve tanít a mérnöki karon. Elmondása szerint munkájában leginkább az emberekkel való kapcsolatot szereti. Nehéz lenne megfogalmazni, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Mindenre büszke vagyok, amit sikerült elérnem, mert nagyon sokat megdolgoztam a kitűzött célokért, hogy elérjem, és amikor sikerül, az nagyon jó. De van, amikor csak pont egy kísérleti beállítás, hogy ezt én kigondolom, így kéne megmérni, és sikerül, mert mutat adatot, tehát hoz eredményt. Az is nagyon jó, de az is jó, hogyha elnyerünk egy pályázatot, vagy nem tudom, nekem nagyon sok öröm, mert ad a munkám az életben, én minden részletének tudok örülni. Nagyon inspiráló, és a magas követelmény szint miatt, amit ő támaszt a kollégákkal, illetve nyilván a hallgatóival szemben is, az minden esetben segíti a hallgatót, kollégát abban, hogy előre jusson a tervezett útvonalán, a ranglétráján, ahogy tetszik.
elérje céljait. Egy nagyon precíz, egy nagyon kitartó ember, aki az eredményeit valóban saját maga érte el, és azért meg kellett küzdenie. És nekünk is például mindig ezeket próbálta átadni, vagy ezt a szemléletet átadni. Egy nagyon jó hangulatú például vele minden megbeszélés itt a kollégák között. Nagyon segítőkész például. Nem csak szakmai, hanem egyéb ügyekben is, hogyha mi, aki a munkatársai vagyunk, vagy például a hallgatói vagyunk, PhD hallgatói vagyunk, felkeressük bármilyen problémával, mindig megpróbált nekünk segíteni. Arra a kérdésre, hogy hogyan képzeli el magát 5-10 év múlva, egy igen egyszerű választ kaptunk, ugyanígy. Hogy itt ülök a mérnöki karon, hogy tanítok, hogy kutatunk, hogy vannak sikereink, eredményeink. Én nagyon boldog és elégedett vagyok ezzel, ami most van. Persze vannak célok, mindig vannak apró célok, hogy merre tovább, hogyan, de nem akarnék más csinálni. Én azt gondolom, megtaláltam itt a helyemet. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen pályázat keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.